kapmayı demezler, sponsorlar ya. Giga Biga Gereki. Ha, megcsúszott ki, bújik magától. Jó reggelt, sziasztok, üdv egy olyan videóban, üdv a csatornámon. Tehát a mai napon itt vagyunk Németországban, és egy kicsit eltérek a gondoktól, a témáktól, amiket el kell intézni. Ez most egy más hangulatvételű videó lesz, amiben új kajákat, illetve nem új kajákat, ilyen nagyon fura tengeri kajákat, illetve talán nem is fura, nekem fura, mert még életemben nem ettem őket, és nagyon kíváncsi vagyok, mindig is kiszerettem volna próbálni. Tehát ezeket fogom a mai videóban elkészíteni és kipróbálni, de először is el kell mennünk a teremben, mint láthatjátok, már teljes felszerelésben vagyok. Itt ülünk az autóban, ma egy jó kis lábedzésem lesz, utána pedig megyünk is bevásárolni. Szóval irány a terembe! Újra megyünk haza. Ott hagytam a váltócipőmet, és ez a mostani elég sáros, valószínűleg feltűnne nekik, hogy nem az. Úgyhogy ez gyorsan... Ez talán nem is jó a lábazás, nem? Most valami magas sarkut akarok. Mármint úgy magas sarkut, hogy ilyen kicsit... Gondolkodtam is, hogy... Emeltebb, magasabb talpú, tudod, guggoláshoz. Ja, mindjárt visszaérünk. Na és érkeztünk a teremhez, gyorsan menjünk be, mert már behettem a privákat és kezd beütni, úgyhogy nyomjuk. Tehát a mai edzésnek a fő gyakorlata a guggolás lesz. Ezt elég hosszú időn keresztül, elég hosszú ideig nélkülöztem nem igazán csináltam, és most próbálok benne jobb lenni, nagyon figyelek a technikára, ezért igen alacsony súlyjal csinálom. Most még a bemelegítő szetteket csinálom, megyek felfelé a súlyjal. Ebből általában 3-4 szettet csinálok, utána pedig a normális dolgozó súlyra megyek, ami igazából most is alacsonyabb, mint amennyivel tudnám csinálni, mert, mint mondtam, nagyon is a formára próbálok koncentrálni. Tehát most értem el a normális dolgozó súlyhoz, jön a zene is, erre lehet nyomni, na mindegy, 90 kg van a rúdon, és bár tudnék feljebb menni a súlyjal, nem teszem, mert attól félek, hogy elmegy a formám korábban, azt vettem észre, hogy mikor guggoltam, az alsó holdponton, illetve mikor toltam fel magam, a bokáim, illetve a lábam nagyon behajlott, így úgymond megrogyott, bár nem éreztem semmilyen fájdalmat, de automatikusan, ahogy fölmentem a súlyjal, megrogyott a bokám, és arra próbál koncentrálni, hogy ezt kiküszöböljem most. Első lépésként felvettem egy cipőt, aminek egy kicsit magasabb a sarka, ezáltal már elősegítem, még alápakolhatnék valamit a talpam alá, de próbálok így tanulgatni, és ja, minél helyesebben, szabályosabban csinálni. Ha nektek valamilyen tippetek lenne, nyugodtan írjátok meg nekem a kommentbe, tényleg nagyon örülök minden egyes segítségnek. Ja, ennyi. Nyomjuk tovább a lábedzést. Remélem, hogy hétfőn, vagy még hétfő előtt nézed ezt a videót. Ugyanis a hétfői napon, tehát október 26-án egy újabb nagy kedvezményt hozok a MyProtein-nak. Tehát most mindenki még egyszer, egy újabb nagy kedvezményt hozok a MyProtein oldalára, és ismertek a szabályokat, a kód mindenre is érvényes. Tehát akármire szükségetek van, nyugodtan vásároljatok be belőle. Kedvezményes linket megtehetek a leírásban, és menjünk tovább az edzéssel. Vége az edzésnek, jó kis lábnap volt, de hogy őszintén bevalljam, azt kell, hogy mondjam, hogy maga ez a gondterheltség, igazából nem vagyok túl gondterhelt, de maga az, hogy
folyamat a fejemben jár, hogy mit kéne csinálni, hogyan, milyen sorrendben. Ez azért eléggé elveszi a figyelmemet magáról az edzésről, és iszonyatosan nehéz koncentrálni, és tényleg mindent beleadni, de ettől függetlenül lenyomtam az edzést, le is fogom nyomni, és bízom benne, és hát tudom, hogy hamarosan vége lesz, és akkor újra minden visszatér a végig kerékvárosításba, kezdek éhes lenni, szerintem össze-vissza beszélek, úgyhogy átmegyünk a bevásárló központba, boltba, és veszünk ebédet. Tehát a mai bevásárlás sponzorálja a rengeteg üres innivalós plakon, illetve én, mert ugye ezeknek ki fizettem korábban az árát, csak visszaváltom őket. Ami fontos, hogy én nem vagyok ilyen vészes gyűjtögető, legalábbis nem ebben az értelemben. Ezeket egy projekthez gyűjtöttem össze, ez kb. A kis gyűjteményemnek a fele, de sajnos ugye a költözés miatt ez a projekt már sosem fog megvalósulni, úgyhogy most szépen visszaváltogatjuk, és ebből fogjuk finanszírozni a bevásárlásunkat. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi fog összejönni ebből az üveg halomból. Én 45-öt satszolok, te? 35-öt? Jó, meglátjuk. Nem érzed magad? De nagyon kellemetlen érzem magam. Meg jó, de nem tudom. Ezek a megvető nézések, be sem mernek velünk szállni a liftbe. Én sem mernék. Ha nem lennél a barátom. Barátok vagyunk? A pasing. Szerelem. $30,25 jött össze. Jóval kevesebb, mint gondoltam, de azért 30 euró, 10 000 forint a semmiért. Vagyis hát ezt már kifizettem korábban, de akkor is jobb, mint ha kidobtuk volna. Na, vásároljunk be. Tehát végeztünk a bevásárlással, vettünk már nagyon érdekes dolgot, hiszen ott kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az ízük. De erről majd otthon bővebben. Csapó 1. Tehát itt is vagyunk újra a konyhában, az ételek, amiket vettünk, ezek javarészt ilyen tengeri nyalafinta, tehát... Mi mondják ezt? Herkentjük. Tengeri herkentjük. Csapó 1, 2. Csapó 2. Tehát itt vagyunk újra a konyhában. Na, szedd már össze magad. Oké. Okay. Itt vagyunk újra a konyhában, és amiket vettünk, azok ilyen mindenféle tengeri herkentjük. Na most egy ilyen vegyes pakkot vettem meg, ugyanis nem akartam mindenből egy egész csomagot enni. Iszonyúan drágák voltak, és egy kicsit pazarlásnak tartottam volna megvenni, mivel ha nem tetszik, valószínűleg ki fogjuk dobni. Amit ezen kívül vettünk, és már régóta ki szerettem volna próbálni, azok csigák, képzeljétek el. Én még életemben nem ettem csigát, iszonyúan kíváncsi vagyok, mert ez most meg van töltve, ugye nyilván csiga van benne, és meg ilyen vajas, fűszeres töltelék van benne, erre nagyon kíváncsi vagyok. A harmadik pedig ilyen surimi rudacskák lesznek. Ez, ha jól tudom, ez ilyen halacskás akármi, igen. Azt írják, hogy ehetett magában nasiként, vagy pedig valami salátába bele, hasonló dolgok, pizzára rá, tehát nagyon kíváncsi vagyok, és ez teljesen nyersen kell lenni, kiolvad, haraphatod is, szóval ezt csak ki kell olvasztanunk, ezt egy kicsit a serpenyőben megpirítjuk, ezek pedig egész egyszerűen mennek be a sütőbe, szóval dobjuk össze őket. Az illat az... inkább ne szagoljatok bele, ha ilyet vesztek. Arra hasonlít, nekem voltak teknőseim, és azoknak a kajájára hasonlít erre a szárított halra. Mindegy, az ízükre nagyon kíváncsi vagyok, tehát... kedvéért hoztam magamnak egy kis hűsavot. És sajnos csak ennyi volt a hűtőben. Nem baj, itt vannak ezek a kis szépségek. Nagyon vegyes illatok, szagok kavarognak itt a levegőben, de ez semmit sem jelent, ettől az ízük még lehet jó. Mielőtt belevágnék, elmondom mindháromnak külön-külön a tápértékeit. Először is a surimi. Összesen 102 kalória 100 grammonként, ebből 8,4 g fehérje, 12 g szénhidrát, 2,4 g zsír, tehát nem is annyira vészes.
A következő, ez a tenger gyümölcsei, ez ugye elég vegyes, mindegyiknek gondolom változik a tápértéke, de összességben így az egésznek az átlaga 69 kalóriára jön ki 100 grammonként, ebből 13 gramm fehérje, csupán fél gramm szénhidrát és másfél gramm zsír. Tehát nagyon jó, ezek a tenger gyümölcsei egyébként, például ez a kis rákocska vagy akármi, tökéletes, szinte csak fehérje van benne. A csiga az már valamivel erősebb, itt 300 kalóriával számolhatunk 100 grammonként, ez javarészt abból ered, hogy zsírral, illetve vajjal van feltöltve, tehát így néz ki nekünk, hogy 9 gramm fehérje, 27 gramm zsír, és 3,5 gramm szénhidrát, tehát ez már egy kicsit zsírosabb étel, de nagyon szerettem volna kipróbálni, szóval igen, nem is tudom, mivel kezdjem. Nagyon kíváncsi vagyok erre a polipra, úgyhogy szerintem a polipba vágok bele először. Egészen összementek, nagyon fura kis állaga van neki. Szagra, hal szaga van neki. De, ja. Full gumis, igazából sok íze nincs neki. Teljesen rendben van. Kicsit furán néz ki, az igaz. Kicsit fura a kinézete szegénykének. De attól még az íze elmegy, csak belegondolni, hogy a polipot rákcsáz, attól... Kis lábacskáj. Nem mondj! Ahogy így a szádat. Jó, lenyeltem, csak az íze nem rossz, csak az, hogy belegondolsz magába, hogy egy ilyen kis polip, vagy milyen neve, így ahogy táncolgat, nézzétek. Tehát magába abba belegondolni, hogy ez van a szádba, attól megy el talán a kedved az evéstől. De egyébként az íze nem rossz, valószínűleg nem fogom többet enni soha életemben, de nem rossz. Kagyló, a következő menü a kagylócska lesz, az egyik fajta, nézzük. Wow! Kifejezetten jó! Ez eléggé ízlik. Nézzétek, tehát így néz ki ez a kagyló, és igazából az ízét igazából leginkább a májhoz hasonlítanám. Zuza és máj keveréke. Én iszonyatosan szeretem mindkettőt, úgyhogy ezzel semmi bajom nincs. Következő legyen mondjuk, vannak itt ilyen nagyon kis aprócska tintahal karikák. Tehát ezekből a tintahal karikákból feltűztem 3-at is a villámra. Ezeket eddig rántva ettem, úgy nagyon ízlenek, és így is, tökre mint egy hajgumi. Mondjuk nem ettem még hajgumit, de ilyennek képzelem, vannak is az ízét. Igazából teljesen rendben van. Szerintem ez is az lesz. Igen, a következő a garnéla lesz, fel is tűztem, ezek ilyen nagyon kis aprócskák, így néznek ki. Ezeket én rendszeresen eszem tésztával, kis szilacsával, iszonyatosan szeretem az ízüket, ez is nagyon alacsony kalória, szinte csak fehérjéből áll. Szerintem az egyik legjobb ezek közül. Van itt egy ilyen másik fajta kagyló is, nem tudom, hogy ez ugyanaz-e, vagy egy másik fajta. Minden esetre, na, fókuszálj már ide, na, minden esetre megkóstolom ezt is. Ennek már kicsit más íze van, fura. Nem fűszereztem sehogy ezeket, hasonlít a másikhoz, de mégis egy kicsit más íze van. Következőnek vannak itt nekem ilyen kis csápocskák, ez nem tudom miből való lehet. Jaj, de egy kicsit félelmetes. Így néz ki a történet. Hát kíváncsi vagyok. Ez ropog. Tök kemény. Valamihez hasonlít. Mihez hasonlít? Valamire nagyon hasonlít, de meg nem mondom, illetve zöldségre vagy. Nem tudom, de minden esetre jó íze van, ez is egy kicsit gumis. És itt van ez a zöld, fehér akármi, amiről el nem tudom dönteni, hogy micsoda, de megkóstolom. Még szép, hogy megkóstolom.
harapjunk bele. Ja. Ugye? El sem tudom harapni. Mi ez? Ez egész szert. Vedd be. Nem. De. Jó. Nem megy. Jó, ez nem jött be annyira, már maga az állaga se ilyen elrághatatlan, kicsit nyálkás, mintha... Nem tudom, mi lehet ez, de ez nem az enyém. Menjünk is tovább szerintem. Következő ez a kis surimi rudacska, amivel semmit nem csináltam, csak kiolvadt, kibontottam, és ja, kóstoljuk meg. Wow, ez egész jó. Abszolút hal íze, nem tudom miből lehet, ilyen hal pép, hal sűrítmény, mindenféle dolog. Nagyon hasonlít a sushihoz, talán sok sushinak alapanyaga is, nem vagyok benne biztos. Elég jó az íze. Ez bejön, tetszik. És most, amit már nagyon-nagyon régóta nézegetek, és rengeteg boltban láttam Magyarországon is, már régóta ki szeretném próbálni, a csiga. Na, most gondba vagyok, azt sem tudom, hogy álljak neki, gyerekek. Ezt szét kéne törnöm a házát? Vagy csak benyúlni és kihúzni? Aha, figyelj. Figyelj, most, na. Aha, megvan szerintem. Megvan. Ennyi a dolog. Tehát nagy nehezen kiszedtem a házból. Látom mindenét, talán nem a legjobb döntés nézegetni, mielőtt megeszem, csak egész egyszerűen rá kéne harapni. Itt van minden, a csápocskája, mindené itt van. Megnézhetem, légy? Gyere, nézd meg. A csápja. Itt. Jaj, látod? Szegény. Na jó, nagyon szeretik. Ó, lecsöppent egy ilyen kis vaj rész róla, szóval... nem lehet olyan rossz, hogyha annyian eszik. Szerintem is finom lesz. Jobb, mint a rák. Egészen omlós, nem az a rágós dolog, tehát tényleg kifejezetten jó. Ezt is inkább egy ilyen zuza féléhez hasonlítanám. Itt van még egy, amiből sütés közben már kifolyt a vaj, és csak a csigusz van benne. Kiszedni nehéz. Biztos van erre egy taktika, amivel ki lehet szedni. Én ezt egyértelműen nem tudom. Na. Ez telibe látni lehet, mert nincsen már rajta. Nézd, itt van a izéje. Mi ez a hártya rajta? A semmi. Dehogy nem, nézd. Fúj. Yes. Az a hám, amit lehámlik egy kígyó és a csiga. A csiga nem hámlik. Hámlik? Nem tudom. Fúj. Úgy néz ki. Ez tulajdonképpen egy éti csiga a háza nélkül. Jó, minden esetre adok neki még egy próbát. Bon appetit. Az íze még mindig jó. Közben megállt a kamerám, mert akármilyen hibát kiírt, hogy a kártya nem olvasható, sűrűn csinál ilyet, és reméltem nem veszett el az anyag, de hál' Istennek megvan, nyilván megvan, mert láttátok ezelőtt. Nem is öblítettem le semmit, elég fura. Tehát elkezdtem rangsorolgatni a kajákat, tehát azt mondanám, hogy a csiga határozottan a legjobbak közé tartozott, akármilyen gusztustalannak, udorítónak tűnik. Az első helyezettem a garnéla rák természetesen, amit szinte minden nap eszek. A második lesz a csiga, képzeljétek el. Iszonyatosan jó íze van. Lehet, hogy ez a kicsit ilyen spenósotos, zöldséges, vajas feltét hozza meg ezt az ízt neki, de igazából jó az íze, az állaga, tehát egészen bejött, viszont kalóriában nagyon magas. Tehát a csiga után jönnek a kagylók, azt kell, hogy mondjam. Utána a surimi sticket tenném, utána pedig jönnek ezek a kis csápocskák, ami kicsit ropogós, hasonlít valamire, ami nem tudom, hogy mi. Utána pedig ezek a kis polipocskák, amik igazából ehetőek, hogyha el tudsz attól vonatkoztatni, hogy egy polip van a szádban, amit szerintem elég nehéz, és utána jön ez az akármi, ami nem tudom mi, lehet, hogy én sütöttem meg rosszul, de abszolút nem tudom megenni. Szóval igen, ez egy ilyen nap volt. Ma is kipróbáltam sok újdonságot, amik közül valószínűleg semmit nem fogok soha többet enni. Mindegy, ettől függetlenül szeretek új kajákat kipróbálni.
így tettem ma is, és ja, megtudtam milyen a csillának az íze, soha életemben egyszer nem ettem, nem is gondoltam rá, hogy megkóstolhassam, de most egy videó kedvéért megtettem, sőt, tudjátok mit? Itt egy harmadik csillát is kiveszek. Gyere ide! Csigabiga, gyere ki! Ha megsózod, kibújik magától. Ha. Három csigát is megettem, tehát tudhatjátok, de nem a videó kedvéért, tényleg ízlik ez a dolog. Egészen jó, tehát hogyha kíváncsiak vagytok, valami új ízre vagytok, abszolút ajánlom a csigát, hogy próbáljátok ki. A többi az nekem, ja, kicsit más, talán hogyha bele lenne keverve valamiben egy jó tejszínes tésztába, fokhagymával, úgy talán le tudnám őket nyelni, de így magában egy kicsit erős nekem egy-két dolog. Hát a függetlenül örök, hogy kipróbáltam. Remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó. Nekünk még rengeteg dolgunk van, most este pakolászni fogunk tovább, készülünk a hazautazásra. És igen, ne felejtjétek el a hétfői kedvezményt, költsétek el minden pénzeteket, ami a hónap végére megmaradt, támogassátok Johnny barátotokat, nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt, és srácok, legyetek jók, legközebb találkozunk. Sziasztok!